Haló? Mentő szolgálat? Igen. Itt fekszik valaki. drogos, biztos. Ja. De lehet, hogy részeg, nem tudom, de... Jó, jó, köszönöm szépen. Viszlát? Uram Isten! Ja. Ja. valaki segítsen! Most akkor... Halló! jaj, nem lélegzik. Akkor újra kéne éleszteni. De jóságos ég. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bemutatom a barátomat, Zsoltit. Hál' Istennek túlélte az esetet. Jött egy kifejezetten ügyetlen járókelő, össze-vissza nyomogatta, hívhatnánk akár hullagyalázásnak is. Mégis a történet tanulsága és egyben előadásom mottoja inkább rosszul, mint sehogy. Képzeljétek el, Magyarországon <tosz> Magyarországon minden órában történik 26 háztartási baleset, három hirtelen szívmegállás, három munkahelyi baleset és két autóbaleset. A rosszul nem is beszélve, így jön ki, hogy minden nap átlagosan 2200 mentőhívás történik, azaz ennyi bajba jutott ember van. Ez nagyjából 10-szer annyi, mint ahányan most itt vagytok. Aki ezek után azt gondolja, hogy ő nem fog ilyen helyzettel találkozni, az egész egyszerűen homokba dugja a fejét. Most azt kérem, tegye föl a kezét az, aki bármilyen formában már részt vett elsősegély oktatáson. Borzasztó sokan vagytok, és mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek túlnyomó többsége nem megy oda mondjuk egy földön fekvő emberhez. De miért nem? Az első és talán leglényegesebb tényező az, hogy nem érezzük a saját feladatunknak. Azt gondoljuk, hogy majd mások segítenek, vagy majd úgy is jön a mentő, vagy esetleg kiabálok, hogy orvost. De nem. Az elsősegély nyújtás a te feladatod. Mindannyiunké. Éppen azért, mert nincsen mindenhol orvos vagy mentő. A második dolog pedig az szokott lenni, hogy mivel nem érezzük át a felelősségét ennek, ezért aztán nagyon könnyen elfelejtjük a konkrét tennivalókat, amit ilyen helyzetekben tudnunk kéne. Erre pedig azt tudom mondani, hogy rengeteg jó internetes anyag van, például remek oktató videók, vagy akár elmehetnénk egy ingyenes oktatásra is, és akkor mindenki lelkesen nyújtaná az elsősegélyeket. Parancsoljon, egy kis elsősegély. Én azt szeretném, hogyha itt az előadásom után, a délután során összeesek a folyosón, legalább kétszázan gyertek oda segíteni, és akkor elértem a célomat. De ne van itt még egy dolog. Egy pszichológiai kutatás szerint, Bementek négyen egy szobába, és a következő kérdést tették föl. A jobb oldali ábrán látható vonalak közül, melyiknek a hossza hasonlít leginkább a baloldali ábrán látható vonaléhoz? Ez teljesen egyértelmű, hogy a C. Ezt remélem mindenki látja. Viszont, hogyha a négy emberből az első három beépített ember egységesen rossz választ adott, mondjuk az át, akkor a negyedik emberek, vagyis a kísérleti alanyok 35%-a szintén azt mondta: Gondolván, hogy biztos jobban tudják, mert többen vannak. Ez hihetetlen. Minden harmadik ember közülünk is elhinné, hogy az áll a, a helyes megfejtés. Tehát, hogyha a beteg körül ott áll 5 vagy 10 ember, még inkább azt fogjuk gondolni, hogy ez a helyes magatartás, és nem fogunk oda menni, hogy leégessük magunkat, hogy hülyének nézzenek. De ezen változtatni kell. Többek között egyébként ezért is mondják pszichológus kutatók, hogy ha valaki egy forgalmas úton úgy érzi, hogy meg fog halni, akkor azonnal forduljon be egy mellékutcába, vagy mondjuk utazzon le vidékre, mert minél kevesebb a járókelő, annál kevesebb részre oszlik el a felelősség, és így nagyobb eséllyel fognak rajtunk segíteni. Most pedig valaki álljon fel, és ordítsa azt, hogy borjú. Borjú. Köszönöm szépen. Elég nehéz megtörni a csendet, főleg, hogyha ilyen sok ember van. Én mégis azt mondom, hogy bátorság. Merjük megtörni a csendet. Egy 14 éves lány, Nóri, ült az Erkel színházban, és a Varázsfúvola című előadást nézte. Egyszer csak a mellette ülő nő így a férje vállára hajtotta a fejét. Milyen édesek, gondolta. De aztán egy kis idő után olyan gyanús lett a dolog, nem mozdult, meg olyan fehér volt a feje, úgyhogy mondta is a férjének, hogy talán csinálni kéne valamit. Erre a reakció, ah nem, szokott csinálni, hát ugye jól vagy, drágám meg sem mozdul. A többi néző is csak mosolyogva hallgatja az éjkirálynő áriáját, és ekkor ez a nyolcadikos kislány határozottan felállt, és mondta, hogy vigyük ki innen. Úgyhogy kivitték, a folyosón lefektették, és kiderült, hogy a néninek nem volt légzése. Egy ápoló valaki időközben ért oda, elkezdték az újraélesztést, ami végül sikeres lett. Nórit pár héttel az eset előtt oktattam elsősegély nyújtásra itt a Szent Imrében. És akkor mondtam azt nekik, hogy ha a többiek csak bután bámulnak, neked akkor kell közbelépni. Eszébe jutott, és vám életet mentett. Na de mi van akkor, hogyha valaki rosszul lesz a vértől, vagy bepánikol? Mindenkivel előfordul, de higgyük el, hogy ezen felül tudunk kerekedni. Mit gondoltok, miért nem álljul el az anyuka, hogyha a kisgyerekének vérzik a keze? Mert tudja, hogy az ő segítségére van szükség. Velem is előfordult már, hogy egy baleset során rosszul lettem a látványtól. De amikor ebbe belegondoltam, hogy most itt rám van szükség, abban a pillanatban elszállt ez a rosszul lét. Hogyha odamész és megszólítod, hogy jó napot, hol fáj, rögtön észre fogod venni, hogy ez nem egy seb, hanem egy ember, aki szenved. Garantálom, hogy nem fogsz ráhányni. Meggyőződésem, hogy a lélek jelenlét elsajátítható. Gyakorlás kérdése, csak az a baj, hogy elég ritkán van lehetőségünk begyakorolni vagy hát végül is nem baj. Mondjuk megkérhetném egy ismerősömet, hogy essen össze mellettem. De hát ez nyilván hülyeség, mert ha én kérem meg, akkor nem fogok megijedni. De hogyha mondjuk megkérem egy ismerősömet, hogy kérje meg az ismerősét, hogy amikor nem számítok rá, akkor essen. Szóval ez nem így működik. Viszont van egy jó módszer. Hogyha mondjuk látjuk, hogy egy öreg bácsi megbotlik a lépcsőn, megy tovább, de mi gondoljuk tovább, hogy ha legurult volna a lépcsőn, és mondjuk eltöri a lábát, akkor mit csináltunk volna? És ezt lepörgetjük, mint egy filmet. Nekem ez a kedvenc szórakozásom. Mondjuk én nem vagyok normális. De tényleg bejön. Amikor 18 évesen megtaláltam a nagymamámat a lakásán összeesve, halott sápattan, minden mozdulatom automatikus volt. Soha nem végeztem még előtte újraélesztést, de százszor elképzeltem már, hogy hogy csinálnám. John Nesmes, őrnagy, imádott golfozni. Aztán hét évig hadifogságba került egy börtönbe. És azt csinálta, hogy minden nap elképzelte, Fejben, hogy golfozik. A legapróbb részletekig. Amikor hét év kihagyás után pályára lépett, sokkal pontosabbakat ütött, mint előtte. Most végezetül egy imaginációs gyakorlatot szeretnék játszani veletek. Ez arra kérek mindenkit, hogy csukja be a szemét. Képzeld el, ahogy sétálsz az utcán egyszer csak elsötétül körülötted minden. Összeesel. Kívülről nézed a testedet, ahogy élettelenül fekszik a járdán. Oda siet valaki, ahó, jól vagy? Nem tudsz válaszolni. Megnézi, van elégzésed. Megkér valakit, hogy hívja a mentőket, és elkezdi az újraélesztést. Nézed, ahogy nyomja a melkasod, és csak vársz. Arra gondolsz, milyen jó lenne még élni. Végre megérkeznek a mentők, átveszik az újraélesztést. Drukkolsz a mentőknek, imádkozol. Most felteszik az EKG elektródákat, és figyelik, van-e szívverésed. Feszült csönd. És azon a napon majd átírhatod a naptárban a születésnapodat, mert adtak neked egy esélyt, hogy tovább élhess. Köszönöm szépen a figyelmet!